Kicsit belefuthatunk a gasztróba is. Afrika, hát most mondjuk, ott vannak a legusztusosabb ételek. Ezek ilyen kis madarak, és ugye még jobb, amikor még ilyen embrió, tehát gyakorlatilag már szőrös, és a tojásról leveszik, és akkor azt nem tudom, mit lehet belőle lenni, de én vegetáriánus vagyok, tehát ezeket így elrémisztésként osztom meg veletek, hogy ilyenekkel is találkoztok útközben, ez a száznapos tojás. Egyébként ez nem annyira rossz, inkább azt mondom, hogy szokatlan az íze, és nem fogsz rászokni. Tehát valószínűleg az van, hogy ugye gyerekkorunk óta egy bizonyos ízskálán mozgunk, és abból nagyon nehéz kikerülni. Tehát egy új-zélandival nem fogod a magyar ételeket megszeretetni, vagy egy afrikaival, mert egyszerűen azt szokta meg, hogy azt a idézőjelbe téve szar, posót, vagy nem tudom, az a kukoricakását teszi. És akkor én azt mondom neki, hogy basszus, tegyünk már bele legalább csirit, hogy valami íze legyen. Nem, hát akkor elrontjuk az ízét. Nem mondom, de nincs íze. Na mindegy, tehát hogy más a felfogásom megint csak, hogy mi a gasztró, mi az íz, stb. Én Afrikát nem találtam túl vonzónak, nekem Dél-Kelet-Ázsia az az ízkultúra, de nyilván az egy letelepedett kultúra sok ezer éve, tehát volt idejük kikísérletezni, hogy mi miután kerüljön bele. Ha valaki szereti az indiai ételeket, mínusz chili, szerintem az a gasztró csúcsa, én szerintem, úgy tájföld és környéke, de ott is 10-ből 8 étel az húsos. Még Indiában is, ahol a lakosság egyharmada vegetáriánusnak kéne lennie, megindul. Jó.